Bobik Norbert óriási csatában 3-2-re legyőzte a pókerarc 50 milliós győztesét, Szatmári Bélát, de harmadik ellenfelével, Kolozsi Andrással már nem bírt. András óriási csatában 5 játszmás küzdelemben búcsúztatta Norbertet, aki így 1 millió forinttal térhetett haza. András új ellenfele az a Dr. Csatári Bence, aki egykor a Mindent vagy Semmit egyik nagy nyertese volt. Vajon kibírja jobban ezt az idegfeszítő párharcot?